megkötözte, megkínoszta, majd mesztelenül zavarta ki az erdőbe fiatal barátnőjét az a férfi, akinek a múlt héten kezdődött a pere. A pár egy mindentől távoli földbe vájt sárkunyhóban élt, a sanyargatástól zavarodott nő napokig bolyonghatott a fák között, mire segítséget tudott kérni valakitől. Egy mesztelen, rémült fiatal nő kért segítséget egy itt lakótól, a Kaposvár külterületén lévő rengetegben. A testét sebek borították, kis híján kiszáradt. Megmentője ellátta, majd riasztotta a rendőrséget. A 20 éves nő megdöbbentő történetet adott elő. Ezért fogták el ezt a férfit, lábbilincsben szögdécselve vezették a kaposvári törvényszék tárgyaló termébe. Idézeteket kérem a tárgyaló termébe. Viktória és a vádlott Eny Ádám 2018. októberében ismerkedtek meg. A kapcsolatuk hamar komolyjá vált. A 27 éves férfi természetközeli életre csábította a fiatal lányt, aki csapott papot otthagyva követte párját. Ide, a Zselicbe, ebbe a félig földbe vájt veremházba. A sértett a közszolgálati egyetem másodéves katonai vezetőszakos hallgatója volt, azonban az egyetemet még élettársi kapcsolatuk előtt abba hagyta. A korábban katonának készülő lány a férfi parancsainak is behódolt az ügyészség szerint. A sértett könnyen befolyásolható személy kapcsolatuk ideje alatt felnézett a vádlottra, az ő utasításait elfogadta és végrehajtotta. A szerelem sötét verem. Tehát mennyire analóg a barlanggal? A barlang, amiben a pár lakott, az anyaméhet szimbolizálhatja. A világtól elvonulást, a biztonságot jelenthette. Magyarázza Komóczi Mihály igazságügyi pszichológus szakértő, hogy mi vonzotta a volt egyetemistát egy ilyen környezetbe. Ebben éli meg ez a két ember ezt a sajátos életközösségét, ahol a férfi az, aki elkezd ezen a nőn uralkodni, dominálni, és hát van az a hölgy, aki tulajdonképpen hagyja ezt a férfit uralkodni, feladja önmagát, egyre dependensebbé válik, a határai gyakorlatilag azok szinte feloldódnak. Végül ez a tereplet az, ahová senki nem láthatott be, és ahol az áldozatot hozó nőből áldozat lett, mondja a pszichológus szakértő. A vádlottnak nincs szakmája, magát őstermelőnek mondja, de a vádirat szerint barátnője spórolt pénzét élték fel. A löszfalba vájt lyukban a legalapvetőbb higiéniai körülmények sem voltak meg. Úgy tudjuk, a páros hetente egyszer itt a kaposvári virágfürdőben tisztálkodott. A vádirat szerint Eny Ádám a kapcsolatuk idején rendszeresen drogozott. Nem sokkal azután, hogy összeköltöztek, egyik nap kifordult magából, és megkínoszta Viktóriát, állítja az ügyészség. A vádlott 2019. május 6 napját megelőzően az egyik hajnalban, amikor a sértett mesztelenül feküdt az ágyukban, közölte vele, hogy a sértett az ördög, mindenért ő a hibás. A fiatal nő persze rémülten tiltakozott. Erre a férfi nejlon szemetes zsákkal összekötözte a kezeit a feje felett, és ököllel csapott újra és újra Viktória arcába és nyakára. És a bántalmazás közben a sértettet azzal fenyegette, hogy megöli, addig fogja ütni, amíg meg nem hal, és elmondta neki, hogy hányféleképpen lehet megölni egy ember. A vádirat szerint az őrjöngő férfi parázsló cigaretta csikket nyomott Viktória combjába. Majd összekötözött kezeinél fogva kirángatta a kunyhóból és megrugdosta. Aztán sorsára hagyta a félholt nőt. A sértett több órát töltött összekötözött kézzel a szabadban, majd miután kivilágosodott, elment az ajtóig, megkérdezte a vádlottól, hogy bemehetett, de ő azt mondta, hogy nem lehet, hogy még mindig élsz, és közölte a sértettel, hogy takarodjon. Viktória a további bántalmazásoktól rettegve a környező erdőbe menekült. A vádirat szerint a tavalyi, szokatlanul hűvös, esős májusi időben pucéran, étlen szomjan bujkált a vadonban, azt sem tudta megmondani, hogy pontosan mennyi ideig. Kórházba került, a pszichiátriai osztályon kezelték, majdnem két hónapig. A vádlott által kifejtett bántalmazás, erőszak és fenyegetés a sértettet lelkileg megviselte, mentális állapotában hátrányosan érintette.
Az egyetemi felvételi részeként az áldozat átment egy a katonai pályára való alkalmasságát tesztelő pszichológiai vizsgálaton is. A vadonban átéltek azonban annyira sokkolták a fiatal nőt, hogy pszichózist, átmeneti elmezavart állapítottak meg nála. Ezt a nőt az által elképzelt paradicsomból fogják és kilökik úgy, hogy ő az ördög. És miután vissza akar jönni az által elképzelt paradicsomból, még ki is zárattatik belőle. A pszichológus szakértő azt mondja, a nő bántalmazása nem a megkínzásával kezdődött. A parancsolgatás is az volt, csak akkor még felpuhított formában. A vádlottról készült szakvélemények szerint Eny Ádám személyiségzavaros. Büntetett előéletű. Információk szerint ő az egyik tettes, aki 2008-ban még kamaszként megrongálta és meggyalázta a kaposvári zsidó temetőt. Társával horog kereszteket és nyilas kereszteket festettek a sírokra. Az látszik, hogy a társadalom perifériájára sodródik. A kiköltözés, eltávolodás, emberi kapcsolatoktól való elfordulás. A kaposvári járási ügyészség a sértett sanyargatásával elkövetett személyi szabadság megsértésével és különös kegyetlenséggel elkövetett súlyos testi sértéssel vádolja Eny Ádámot. A férfi elismerte, hogy megverte a barátnőjét, de azt nem, hogy meg is gyötörte. A történteknek pedig szemtanúja sem volt. Ez a bántalmazáson elnyomtam egy kiverült csikket, de nem tudom, én nem dohányzok, nem tudom, hogy történt volna ez. A kaposvári férfi állítja, hogy sosem parancsolgatott Viktóriának, és nem is az ő pénzét költötte. Még a bűnjelként lefoglalt szemetes zacskóit is visszakövetelte. Még akkor meg kellett hozni ezt a nagyon zsarkémot, ez a kötél, ami természetes formája, ez a perforáció mentén összerakott csal, nem tudom, hogy állapodtak meg kötél, hogy nem szeretném, hogy ezt elhozzák. Eny Ádám cseppet sem tűnt megszeppentnek, ám makacsul hajtogatta, hogy zavarja a sajtó jelenléte, így nem tud vallomást tenni. Én mondom, nekem nagyon feszélyez a szituáció, így tennék vallomást nagyon szívesen. A bíró végül elnapolta a tárgyalást. Viktóriát a védelme érdekében nem személyesen, hanem videórendszeren keresztül fogják meghallgatni, hogy ne kelljen újra találkozni a bántalmazójával.